Szerbusztok, szép jó estét mindenkinek, és megköszönöm dokesszorimnak az igen értékes bevezetőt. Hát bizony, mik ki nem derülnek 10 év gyakorlat után. Úgyhogy örülök, hogy ennyien most ezen a 10 naposon részt veszünk. És az a kérdésem, hogy van-e bárkinek kérdése a meditációs gyakorlatot, a zent, esetleg a buddhizmust, templomi életet, a külvilággal való kapcsolatot illetően, vagy bármi mást, amit szeretnétek. Ugye otthon gyakorol az ember, de eljön egy ilyen hosszabb elvonulásra, és hát nehezen mennek az 50 perces ülések, és a helyzet az, hogy fáj a térde az embernek, meg a háta, meg mindene, de folyamatosan az jár nekem például a fejemben, hogy minél kevesebbet mocorogjak, hogy ne zavarjam a mellettem lévőt, meg a többieket, de mégis valahogy úgy látom, hogy nem igazán jön ez össze, hogy ilyenkor esetleg mi a teendő, hogy az ember próbálja, de nekem nem gond, kinyújtom a lábam, de kattog a térdem, meg mindenki ugrik a terembe, amikor mozgolódok, tehát... Bizony, jól látod. Tehát, ilyenkor kétféle módon közelítünk. Az egyik a test felől, hiszen nagyon exakt, amit mondasz, és mindenki keresztül ment ezen. Első, legyen kellő mennyiségű folyadék a szervezetben. Második, a szüneteket használd ki egy kis nyújtásra. Séta, nyújtás, bemelegítés, gyakorlat. És előbb-utóbb meg lesz az a fiziológiai állapot, amit Dokhesunim is mondott, hogy a test már nem lesz akadály. Ez alkattól függően 1-3 hónap, akkor, hogyha tényleg minden nap csinálod. A másik a tudat. Néha a tudatnak is el kell engedni dolgokat, és nem azzal foglalkozni, hogy a katicák verik a fejüket a csillárba. És egy csomó mindenre rálátsz a fizikai fájdalmakon keresztül. Tehát kétféle fájdalom van. Az egyik tényleg az, amikor a szervezet jelzést ad, egyértelmű, hogy nem a tudatod gyártja le azt, hogy egy villamos a lábadra lép. Tehát az tényleg ott van a több tucat tonnájával, és hogyha nem húzod el a lábadat, akkor át is megy rajta teljesen. A másik az, amikor látszólag senki nem rak rá cementes zsákot, de úgy ülsz a válladdal, hogy így rogyadozol befele, és az 50. perc környékére el nem tudod képzelni, hogy mi történt veled. Hát ez a karmád. Ez a fajta fájdalom, ami nagyrészt félelemből, averzióból, taszításból, nem akaromból ered, ez tud olyan erős lenni, mint az elsődleges, csak teljesen más a forrása. Ilyenkor az energiáddal és a tiszta tudatoddal ezt tudod csökkenteni, és ekkor szoktuk azt mondani, hogy lélegezz bele a fájdalomba. Tehát nézd meg, hogy mi történik akkor, hogyha a lélegzeteddel összekötöd. És egy jó része el fog menni. Megszűnsz beleprojektálni dolgokat tudat alatt, és tudatosan pedig kivenni belőle a fájdalmat. Ezt iszonyú jól tudjuk csinálni. Ezt úgy hívjuk, hogy önkínzás, önbeteljesítő negatív jóslat, önszabotázs, stb. Stb. Tehát tudat alatt megteremtesz egy jelenséget, és a jelenség utána tudatosan elkezd feléd sugározni dolgokat, pedig te csinálod az egészet. Úgyhogy ez egy nagyobb munka, ez sokkal nagyobb, mint a fizikai rész, és nekünk tényleg az a dolgunk, hogy észrevegyük, hogy ezt a világot a tudat teremti, és ezt a teremtést ragadjuk meg az alfánál és az omegánál. Úgyhogy ez a küzdelem, ez egy helyes és helyén való küzdelem. Úgyhogy csak így tovább. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet gyakorolni munka közben, úgyhogy közben nagyon át kell gondolni, hogy mit, miután, hogyan, honnan, hova, de mégis gyakorolni, és mégis benne lenni. Ilyenkor a csak tedd, vagy csak dolgozz meditációval lehet ezt csinálni. Sun Tzu mester nagyon rövid és világos tanításokat ad, ez a just do it. De az 10-20 év, amíg rájössz, hogy ez a just úgy mit jelent, és azon szöszölsz egy darabig, hogy most elkezdtem rajta gondolkodni, ez biztos már nem just do it, de hogyha még tovább gondolkodok rajta, az csak rosszabb lesz. Hogy a frázba térek vissza a gondolkodás elé, munka esetében van egy hatalmas
adag kognitív szemét, amit át kell magamon rostálni, abból kiszedni a lényeget, a lényeget struktúrába rendezni, alkalmazni a munkaterületre, munkadarabra, egyébre. És ez egy nagyon komoly munka, nagyon komoly tevékenység. Ezt hogy tudom meditációnak felfogni, vagy annak beállítani bármi módon? Úgy, hogy a tudatod tiszta, tükörszerű, térszerű természetét éled munka közben. Ez az, ami nem mozdul. És ezt a nem mozdulót először a formális meditáció alatt lehet igazán jól élni, tapasztalni, hiszen ha minden rendben van, akkor a test nem mozdul, az energia nem mozdul, a tudat nem mozdul, és ekkor egy nagyon tiszta, térszerű, tükörszerű tudat tapasztalata lehet a tiéd. Munkában hogy lehet ezt? A munka azt jelenti, hogy nagyon sok tudattárgy van. Tehát beszélni kell, cselekedni kell, gondolkodni kell, érzelmekkel foglalkozni, megkülönböztetni a kreatívat a reaktívtól, és a többi. Ilyenkor a tudatod tere mindig legyen nagyobb, mint az a sok-sok karma, ami benne van. Csak nincs feszültség. Tehát van energia, van kreativitás, van A-városból B-városba, van polaritása, még nem készültem el, de már el kellett volna készülnöm között. De a tudatod tere mindig nagyobb. A saját reflexiós zónád, amiben látod a dolgokat, mindig nagyobb, mint az a sok-sok minden és mindenki, akinek bele kell férnie. Ha ezt meg tudod csinálni, akkor nem csak egy spontán, céltudatos, nem túl feszes, nem túl laza tevékenység lesz a tied, hanem az a spontán együttérzés is, amire a külvilág úgy fog reagálni, hogy de nagy szíve van. Érted? Mert nem tenyereltél bele a karmájába, nem tudta leszűkíteni senki és semmi a tudatod terét olyanra, hogy benned egy én alapú feszültség alakuljon ki. Úgyhogy ez a nagy tér, ez a nem cselekvő, ezt hívják Wu Wei-nek, és amikor ebben cselekszel és dolgozol, ez a Wei Wu Wei, a cselekvő nem cselekvés. Ez egy tapasztalati alapú dolog, és hogyha így olvasod a régi taoista, buddhista és így zen klasszikusokat, az egésznek nem egy különleges szövegélménye van, az is lehet, amikor mint költészetet vagy valami nagyon távoli szent szöveget olvasod, az egésznek praktikus értelme van, mert akik ezt leírták, azok valamit gyakoroltak, és azt öntötték ilyen formába. És ez teljesen változatlan az évezredek során, mint cél, az oda vezető út kanyarjai azok egy picikét mások. Egyébként az, amikor tapasztalod ezt a nem cselekvő cselekvőt, és aztán a Tao Te Ching-ben rájössz, hogy ezt 3000 éve képletesen, azért nem annyi, leírta valaki, akkor megköszönjük a spirituális ősatyáknak, hogy ezt rendelkezésünkre bocsátották, mert ez egy hatalmas visszacsatolás. Hogy igen, érdemes erre menni, érdemes ez irányban gyakorolni, és érdemes a saját hibáinkat átélni, tolerálni és magunk mögött hagyni. Hiszen nagyon sokszor, főleg a zennel, az embernek az érzése az, hogy egy, nulláról 100%-ra egy lépésben kéne fölléptem, és nem megy. Tehát nincs az, hogy 10, 20, 30, 40, és akkor 10%-onként megsimogatják a fejemet. Tehát nincs ilyen. És úgy tűnik, hogy az ugrándozás az néha mélyíti a nulla alatti területet, tehát sikertelen voltam mínusz 5, sikertelen mínusz 10, mínusz 15, stb. És ez mind-mind a saját önértékelésnek a játéka, mind-mind a dualisztikus tudat terméke, és pontosan ezért van a zenben egy olyan érzés, hogy igen, megint vissza kell térnem a kezdőpontra, mert jobb hiány, mert ez a kudarc élménynél jobb. Ha már haladni nem haladok, akkor ne ássam el magam a kis kudarc termelő készletemmel, tudod? És térjek vissza a kezdőpontra. És Suzuki mester azért is írta, hogy zen szellem kezdők szelleme, nem örök kezdők, hölgyeim és uraim. Zen mind, beginner's mind, ez az eredeti. Jó? Azért, hogy ne félj attól, hogy újra kezded. És ebben az újrakezdésben van meg ez a frissesség, mert ezt már egy más énnel próbálod meg, mint az azelőttit. Hiszen tanultál abból, ami történt, és az önképed megváltozott. Miért? Mert kudarcot vallottál, mert hibáztál. Tehát az az önkép nem megy tovább. Tehát ez egy ilyen dekonstrukciós iskolának tűnő valami,
hogy nem haladsz, de kopsz. Tehát valami lekopik belőled. És ez az, amit ugye kevesen bírnak, mert amit szeretnénk, az az, hogy rétegről rétegre szeretném a szellemi gyakorló újabb és újabb tulajdonságait és személyiség elemeit elsajátítani, hogy belőlem jó gyakorló legyen, és nem sokára Buddha. Na hát ez elég nagy butaság, ugye? Egy idő után rájössz, hogy ez nem megy, és pont az az igazság ugye, derül ki, hogy a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. És ebben egy idő után így tevékenyen, aktívan meg tudunk nyugodni, hogy nincs velünk baj, hogy ez tényleg így van. Nincs velünk baj attól, hogy ez így van. És az ember újrakezd, még inkább elengedi a nézeteit, még inkább elengedi az identitásából azokat a morzsákat, amiket lehet látni, hogy ez tényleg nem ő, és Uramisten, tehát ne is legyek az, akinek még 2 perccel ezelőtt gondoltam magam, csak hogy szépen engedjem el ezeket a dolgokat, és hajrá, irány következő interjú, irány következő megmérettetés, irány következő katica neki a lámpának, és éljem át azt, hogy szerencsére tévedtem, hogy szerencsére megint nem volt igazam. Mert különben megint magammal vihettem volna, hogy én, nekem igazam van, és a többi, és a többi. Úgyhogy így megy ez, kérem szépen. Így lehet dolgozni. Mindig legyen nagyobb a tudatod tere, mindig legyen erősebb a tükröd, mint az a jelenségcsoport vagy impulzus, ami feléd jön. Oké? Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Először kérdés akar lenni, de most már inkább megállapítás, hogy akkor ezek szerint nem lehet kikerülni azokat a köröket, amikről a Dokaszonyi is beszélt. Tehát, hogy mindig van valami, kezdek úgy, hogy kitűzök magamnak valami célt, ezt el akarom érni, teljesítménykényszer. Van úgy, hogy ez valakinél más, hogy alakul, tehát, hogy nulláról a százra ugrunk? Ahogy hallotta a Dokaszonyin bevezetőjét, ő úgy tűnt, hogy emberből van? Hát elég, igen. Hál' örülök Istennek. Neki. Te emberből vagy? Hát akkor nem kerülhető ki a körök. Viszont az ő körei az ő körei, a te köreid a te köreid. De az, hogy emberi testben, emberi karmával ide-erre földbolygóra születtünk, az egy csomó mindent elég komolyan beprogramoz előre, ez nem a sorsod, ezek a lehetőségeid. Tehát azzal, hogy ezzel a testtel bírunk, ezzel a lélekkel bírunk, ilyen tudatossággal bírunk, ez mindenkinél egy picit más, de az alaphelyzet az ugyanaz. Tehát a tiszteletköröknek a szükségessége, a kopás szükségessége, az önképed változása teljesen egyértelmű. Tehát muszáj, hogy megtörténjen. Jó, akkor ott lenne a következő kérdésem, hogy amikor jönnek ezek a sorozatos, mondjuk úgy, hogy kudarcok, vagy azt gondoltam, hogy elértem valahova, aztán nulla alá zuhantam. Mi az, ami az úton tarthat? Az, hogy egyszerűen van benned valami, ami föláll és tovább megy. Tehát az elején azt mondja az ember, hogy azért is megpróbálom, mert több száz éves hagyomány, kicsit érthetetlen egyrésze lást koanok, kicsit túl fegyelmezett, ami a dharmateremben van, nem értem mire jó, de azért is ugye megpróbálom. Eltelik egy pár hónap, egy pár év, az ember kapja saját magától a hatalmas taslikat belül, hogy miért? Hát ennek semmi értelme. Aztán egyszer csak fennakadsz a kis koanodon, mint halacska a horgon, és ott lóksz rajta hónapokig, vagy 1-2 évig is akár. És akkor az ember azt mondja, hogy azért se hagyom ott. Azért se adom föl. Azért se mondom, hogy én nem tudom ezt megcsinálni, mert egy csomóan már előttem megcsinálták. És hidd el, ilyenkor az, hogy tudod, hogy több százezren, több millióan végigmennek ezen az úton, az számodra egy óriási motiváció. Ha ők meg tudták csinálni, akkor én miért nem? Hát a tanítás tényleg arról szól, hogy a Buddha természetünk ugyanaz, csak a karmánk más. Akkor most mi van? Hát velem van a baj már megint. Én nem bízom magamban már megint, én nem látok valamit, vagy túl sokat gondolkodom az optimális helyett. És akkor az ember föláll, mert az embernek azért elképesztő önkorrekciós készsége van. Óriási öngyógyító képességünk van. Emellett van az öncsalás és az önsorsontás képessége is. De ez ugyanoda visszafele is megy.
Tudod? Jó, akkor már csak egy utolsó ebből. Biztos? Meglepne. Nem biztos, de. Jó, tehát honnan tudom azt, hogy csak az egóm ugrál, hogy ez nem az én hagyományom lesz, ez nem az én formám lesz, ugorjunk át másra, teljesen mindegy, mondjuk egy másfajta buddhizmusra, uh-huh. vagy egy teljesen más vonalra, vagy tényleg egy más forma lesz jó nekem? Nagyon jó a kérdés, ezt nem tudod. Viszont van a lelked mélyén egy olyan húzás, ami egy adott hagyományhoz, tanítóhoz, tanításhoz, tanítványi közösséghez visszavisz. Na ez az, amit nem helyettesíthet racionális gondolkodás. Tehát az az 5%, aminek mi hisszük magunkat, és itt a tudatküszöb fölött vagyon, az nagyon sokat ugrálhat egyik helyről a másikra, de aztán egy szép alkonyat vagy hajnal, attól függ milyen a bioritmusod, megmondja neked, hogy bizony ma nem máshova megyünk, hanem oda, ahhoz, azokhoz. És kész. És ez a döntés a lényed egészével történt, és nem csak itt, mert már kimerítetted a spirituális shoppingolás összes lehetőséget. Úgyhogy mi az a hagyomány, ami megtart? Egy, ahol tényleg kapsz segítséget. Mert az, hogy az ember kíváncsi, és azt hogyan elégíti ki, az egy dolog. Hanem amikor igazán segítségre van szükséged, akkor kik és hogyan segítenek, milyen választ kapsz, milyen utat látsz magad előtt, ez fog dönteni. Emellett megfelelő kihívás is kell. Tehát, hogy legyen egy olyan rész, ami nagyon-nagyon segítőkész, nagyon hatékony, nagyon neked szól, és egy olyan, amit nem értesz, ami inspirál, ami kicsit vagy rejtélyes, vagy érthetetlen, és akkor azt mondja, na, ezt akkor meghódítjuk, ez akkor kell. Ezt szeretném. Úgyhogy, ha a kettő együtt megvan, akkor megvan az a polaritás, a már megvan és a még nincs meg között, ami motivál. És ehhez kellenek még azok a tényezők, hogy bízz a tanítóban, a tanítás rád eső részét valamilyen szinten értsd meg, és tudj valamilyen módon beilleszkedni a tanítványi közösségbe, legalább az együtt gyakorlás szintjén, nem úgy, hogy mindenkit rögtön szeretünk. Mert olyan nincs. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Tudatterének a tágításával kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy ezt a Dharma beszédben is elhangzott, hogy meditálunk, és utána kimegyünk a világba, és ott helyt kéne állni, legalább ilyen tudati szinten, mint amit egy meditációban el tudunk esetleg érni, hogy ezt úgy fogjam föl, mint amit a meditációban érek el, vagy úgy fogjam föl, amit egy helyzetben megállva tágítom a tereit a tudatnak, a tudatomnak. Biztos, hogy ezt akartad kérdezni? Nem biztos. Ugye? Nagyon teoretikus a kérdés. Én azt mondom neked, mutasd meg a tudatod falait, és akkor megmutatom, hogy hogyan lehet azokat kitágítani. Na, ha már hallottál Dokhösszönyimtől hasonlatot, én is adok neked egyet. Biztos, hogy mindenki látta a Csillagok háborújának azt a részét, amikor nincs más menekülés, mint a szemét ledobón lecsúszni, és ott várakozni. Hát nem lehet csak úgy várakozni egy ilyen filmen, különben elunnánk, és ezért a falak megindulnak. És akkor mindenféle dologgal megpróbálják kitámasztani, és egyszer csak Arthur rájön, hogy amikor azt mondják neki, hogy szabályozd az állomás szemétledobó mechanizmusát, akkor oda becsatlakozik, és egyszer csak a falak megállnak, sőt egy picit vissza is húzódnak, és akkor mindenki letörli az izzadságot a nézőtéren a kis homlokáról. Ez azért fontos, mert a ragaszkodás, azonosulás és én csinálás azok mozdítják be a falakat. Tehát egyre inkább ragaszkodom a nézeteimhez, egyre inkább azonosulok a külvilággal, egyre több energiát teszek a saját dualisztikus nézeteimbe, egyre énesebb a történet, és ahogy erősödnek a véleményeim, erősödik az én érzetem, egyre inkább nekem van igazam és senki másnak, ezek a falak egyre jobban szűkülnek.
Tehát szűkülnek a lehetőségeim, szűkül a toleranciám, szűkül a tűrőképességem, mindenféle dolog szűkül. És ezek a falak úgy tudnak megállni, hogy egyszerűen fogod és leállítod azokat a tudatmozgásokat, amelyek ezt a fajta identitást, az arra épülő ragaszkodást, az arra épülő dualitásokat gyártják. És ezért van az, hogy amit megállítottál és meghaladtál meditáció alatt, az egy következő lépés, hogy kint a világban is, az mindennapi életben is tartsd meg így, sőt, használd fel esetleg a helyzetet, például egy munka, vagy kapcsolat, vagy egyéb helyzetet arra, hogy tovább menj az úton, és ezek a falak tovább táguljanak, vagy éppen tűnjenek is el. A határaink azok nem tűnnek el egy hamar. Sőt, jó azt tudni, hogy azok valahol a távolban ott vannak, mert van, amikor szükség lehet rá. Mikor? Amikor valakinek, valaminek, akár saját magadnak is azt kell mondani, hogy nem. Nem. Itt megállunk. Ennyi elég. Ez az a határ, amin túl nem megyek. Tehát itt te állítottad be azt a falat, hogy ennél tovább nem megyek ebben az irányban. Kész. És ekkor szükség van rá. Jó? Ha itt csak a végtelent és a határtalant és a meghatározhatatlant ugye hirdetnénk, az nagyon gyorsan át tudna váltani egy érzelmi vagy gondolati úton egy addiktív vagy obszesszív viselkedésbe. És ez nem így van. Ez ott van, hogy ahova le kell rakni a határt, oda lerakod, ahol nem kell határ, ott felszeded. Ahol kell azonosulni valamivel, bátran azonosulj vele, amikor pedig nem kell és nem szabad, akkor pedig nem. Mi ebben az egészben a fontos, hogy lásd meg, hogy te csinálod az egészet, hogy te gyártod le az azonosulót és a nem azonosulót, a falat és a határtalant, a helyben maradót és a meghaladót. Ezt mind mi csináljuk. Az érdekel, hogy haladva az utamon, olykor útkereszteződésekhez érkezem, és néha nehéz dönteni, vagy hát sokszor nehéz dönteni. Van, hogy egészen egyszerű kérdések kapcsán nem tudom eldönteni, hogy jobbra-e vagy balra, és az érdekelne, arra lennék kíváncsi, hogy hogyan dönthetek gyorsan. Mi az, ami segít, hogy, illetve hogy kell-e gyorsan döntenem, és ha kell, akkor hogyan tudok gyorsan dönteni? Na, a módosító indítvány már óvatosabb volt. Hogy kell gyorsan dönteni? Beállítasz egy 5 másodperces, 3 másodperces, 1 másodperces időközt, lenyomod, és mire nullára ér, el kell dönteni, itt tudsz gyorsan dönteni. De nagyon ritka, hogy ez úgy helyes legyen. Én azt értem, hogy nem akarod túl gondolni. De ha nem figyeled meg a helyzetet, amiben vagy, és nem fogod fel azt a kapcsolatrendszert, amiben vagy, akkor egy rendkívül gyors döntéssel rendkívül nagy hibát tudsz elkövetni. Van egy ilyen mondás, régi afrikai bölcsesség, ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha oda akarsz érni, menjetek együtt. Úgyhogy ez azért fontos, mert ahogy azt az interjú szobában is tapasztalod, ezután túl sokat várni nem lehet, nincs kecmec. És ez mondathatja veled azt, hogy akkor pikpak gyorsan. Ha most nagyon módszerhű szeretnék lenni, akkor azt mondanám, az interjúnak soha nincs vége. Hova sietsz? Tehát ez a pillanat, ez csak az intuitív, nem dualisztikus, egyévált tudatot tanítja, eredetileg idő vagy térbeli megkötése vagy aspektusa nincs. Te döntöd el, hogy a tered mekkora lesz, hogy a tükröd milyen erős lesz, milyen tiszta lesz. És ezért tréningezünk. Tehát ha ez a tudat azt kívánja, hogy 100 évig figyeld, akkor te 100 évig fogod figyelni, mert nem mozdul. Ha pedig egy 1000 másodperc alatt el tudod dönteni, hogy zöld a lámpa megyek, akkor mész. És egy következő 1000 másodpercben eléd jön a gyalogos, és akkor megállsz, hiába van zölded. Itt ez nem tér vagy időbeli történet, amit mi játszunk, de egy nagyon komoly téridőbeli okozati kihatása van. És ezért nem tudod eldönteni rögtön az elején, hogy ez most gyors lesz vagy lassú. Azt akarhatjuk, és azért gyúrhatunk, hogy spontán legyen.
tiszta legyen, éntelen legyen, nem dualisztikus legyen. Ezt mind lehet, hogy lassú vagy gyors, helyzetfüggő, kapcsolatfüggő, és funkció vagy cselekvés függő a dolog. Azt tapasztalom, amikor problémáim vannak az életben, hogy ez a mi ez, ez egy kicsit olyan távoli. Tehát, hogy... Nem mi az, mi ez. Még ez is távoli? Tehát, hogy nem visz, nem segít rálátni konkrétan a problémára, és hogy esetleg hogy lehet a gyakorlást arra használni, hogy a problémát, amit aktuálisan tapasztalsz, az, tehát arra jobban rálás. Nem, valahogy úgy érzem, hogy néha ez a mi ez olyan megfoghatatlan, olyan, nem találom, nincs sehol. Jó, tisztázzunk valamit a mi ez kérdését illetően. Egyrészt a koreai neve az hwadu, azaz lényegi kérdés, a jelenségek gyökerét vagy fejét illető kérdés. A hwa az a jelenség, ami kipattan, kinyílik, mint egy virág például, a du pedig fej. Tehát ezzel, hogy befelé fordítod azt, hogy mi ez, mi az, ami benned lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik, ezzel azt a lényeget akarod tapasztalni, amiről 6. pátriárkától kezdve sok-sok gyönyörűséges tanító tanítása szól. De van ennek egy alkalmazott változata, amikor azt egy adott tárgyra irányítod, akár a tudatban, akár így a külső térben. És akkor megnézed, hogy mi ez. Uram Isten, ez egy zenbot. Tehát, és akkor így gyorsan fölismered. Vagy belülre irányítod, hogy mi ez. Hát ez egy nagyon komoly érzelmi averzió. Nem akarok ezzel az emberrel kapcsolatba kerülni, nem akarok vele beszélni, nem akarom az energiáját, semmit nem akarok tőle. Akkor ezt így ismered fel. Tehát van az úgynevezett végtelenre nyitott hwadu, amikor a lényeget akarod tapasztalni, és van az úgynevezett objektumorientált, alkalmazott kérdés, amikor a tudat, a lélek egyik tárgyát vagy tartalom elemét szeretnéd jól látni és tapasztalni. Ilyenkor a végtelen helyett egy adott távolságra van beállítva az optika, lenyomod, és pontosan azt látod, ami 2,5 méterre van. Vagy 2,5 centire, vagy 2000 méterre. Tehát ilyen szinten nem a kérdés absztrakt, csak lehet, hogy még nem állítottad be az optikát élesre. És amiért ez néha nehéz, hogy szeretünk mi megmaradni az elmélet gyönyörűséges gőzeiben és absztrakcióiban. És néha egy beépített védelem van az ellen, hogy a gyakorlatot bizony a karmára szépen ráfektesd és vonatkoztasd rá, és lásd. Hanem ugye azt tanultuk, hogy a szenvedés megszüntetése után van a szenvedés megszüntetésének egy útja. És ezt eleinte úgy gondoljuk el, hogy akkor el kell távolodnunk a szenvedéstől, és az majd jól nem jön utánunk. De kiderül, hogy ahogy azt már nagyon sok filmben láttad, magad mögött hagysz valamit, ami aztán szembe jön veled megint. És akkor, hogy van ez? Ez úgy van, hogy amíg a karmád el nem vész, addig az csak átalakul. És innentől kezdve szembe kell vele állni, meg kell nézni, hogy valójában mi ez, ki ez, és onnantól kezdve van utad, és van vele dolgod úgy, hogy megnézed, hogy milyen feltételektől függ, milyen energiából épül föl, hol vannak az gyenge és erős pontjai, hogy tudsz rajta változtatni, és ez nem analízis, ez megfigyelés. Tehát nem aggyal, racionális, analitikus, szuperkompjúterrel óhajtod ezt nullákban és egyekben látni, hanem abban a tiszta, tükörszerű tudatban, amelyik fölteszi a kérdést, hogy mi ez, hogy amikor egy emberrel dolgozol és szembeállsz, hogy valójában ki ez az ember? Jó, ezt mondja magáról, ezt a képet nyújtja magáról, ezt csinálja, ilyen névjegye van, valójában ki ez? És akkor szépen belül elkezded leképezni, látni, tudatosítani magadban az impressziókat. Nem kis munka. Jó? Így már akkor egy kicsikét használhatóbb? Oké. Egyéb kérdés? Hát ez egy csodálatos szomszédasszonyom. Bízunk benne, hogy egyszer majd eljut ő is ide.
És eleinte én még mondtam neki néhány dolgot, amikor hát kitört bele az, hogy már megint nekem kell csinálnom valamit. És aztán utána egy idő óta már nem mondok neki semmit. Te mondanál neki valamit? Ígyunk egy csésze teát. Zoló, jó ez neked, hogyha a szomszéd asszonyod eljön ide? Biztos vagy te ebben? Nem. Ugye? Nekem az a jó, hogyha most mondasz valamit, ami lehet, hogy eltalál benne valamit. Mert azt meg tudom csinálni, hogy ezt megmutatom És neki. Mi van, hogyha benned talál el valamit? Az nem baj. Azon már ültem eleget. Közelítünk. A kérdés tehát rólad szól, és nem a szomszéd asszonyodról. Mint ezt mindig. Igen. És találkozol egy olyan tudattal, amelyik az alapvető okozati látásra sem képes. Vagy az alapvető felelősségvállalásra sem képes. Az alapvető együttérzésre, kiegyenlített kapcsolatfelvételre sem képes. Mit csinálsz? Na ezért nehéz a szomszéd asszonyoddal dűlőre jutni. Jó. Tehát, ha találkozol egy ilyen tudattal, akkor azt csináld, amit soha, de soha nem akartál eddig, lemész a szintjére. Igen. Örülök, hogy nagyon nagy meglepetés sikerült okoznom neked. Pontosan úgy kezdesz el gondolkodni, mint ő. Pontosan úgy érezni, mint ő. Érezni magadban a lelkének azokat a mechanizmusait és mozgatórugóit, amitől a hátadon föláll a szőr, hogy te ilyet soha, hogy ezt már több száz inkarnáció ezelőtt magadból kipakoltad. És ekkor az együttérzés hídján keresztül valami történik. És ezt hogyan csináljam? Ahogy mondtam, a tükörszerű tiszta tudat pontosan leképzi azt a lelket, aki előtte van, és minden averzióját félreteszi. Meg fogom próbálni, aztán majd beszámolok az eredményről. Örülök. Egy biztos, a befogadás és meghallgatás az gyógyító erejű tud lenni. Állandóan, hát nem merem kimondani már lassan ezt a szót, hogy valahogy így megyek az eredmények után, mert hogy nem ragaszkodom hozzájuk, csak hogy... Tehát én befogadok és meghallgatok, és utána? Tehát ez meddig tart ez? Igen, és utána nézd meg, hogy a másikban mi történt. Hát mosolygunk, és akkor holnap reggel ugyanaz van. Na, ez az az előfeltevés, amitől nem fog működni. De ezt már tapasztaltam. Úgy hallgasd meg, ahogy azt az előbb mondtam, hogy törlöd magadban Zolót, és pontosan odamész arra a helyre, ahol ő van. Lelkileg, tudatilag, intellektuálisan, műveltségben, hajlandóságban. Pont azt a hullámhosszat fölveszed. Erről beszélek. Nem azt, hogy a füleden bemegy valami, azt dekódolod. Ez igazadon, ezt tényleg nem szeretném. Ezért kell megpróbálnod, Zoló. Uh-huh. Jó utat kívánok, és majd referálj, légy szíves, hogy mi történt, jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Tehát a Zoló kérdéséhez kapcsolódóan, hogyha sok olyan ember van körülöttünk, akiről most nem feltétlenül tudati állapotot akarok firtatni, csak úgy érzem, hogy mondjuk az én meghallgatásomra, együttérzésemre, támogatásra van szükségük, de hogy egy idő után már nem azt érzem, hogy nem tudok többet adni, illetve hogy az én energiám lesz kevesebb. Tehát akkor ebben az esetben az a Zolónak adott tanács nem biztos, hogy működik. Hát persze, hogy nem. Csak nem gondolod, hogy neked ugyanazt a tanácsot fogom adni? Nem gondolom. Ugye? Hát most megkönnyebbültem. Én is. Akkor... Szóval... Nem neked szólom. Milyen konkrét tanácsra van szükséged a lelki energia menedzselés terén? Igazából itt ez a kérdésem, hogy hol... van az a pont, ameddig kell segíteni, talán sehol nincs az a pont, de ameddig érdemes.
A ma este az a mérőműszereknek az estéje. Az előző kérdésre ugye mondtam, ugye, hogy nem lehet ilyen távolságmérőket beállítani a kérdés és a valóság közé. Itt is, ha a lelkedbe belenézel, akkor lesz egy ilyen kis mutatócska, ami hirtelen a zöldből átmegy a sárgába, és a sárgából a pirosba. És ahogy a sárgából átmenne a pirosba, ott kell azt mondani, hogy köszönöm szépen, ennyi volt. És hagyod, hogy ne felelj meg annak a kényszernek, ami kívülről jön feléd, hogy te végighallgass mindenkitől mindent, és te legyél a super suffering grandmother, aki állandóan minden lelki terhet magára vesz, és utána sírdogálva bemegy, és akkor egy újabb túrós buktát megsüt tepsiben, hogy mindenki jól érezze magát. Nem ez van. Tehát engeded, hogy a vákum kialakuljon, engeded, hogy a veled szemben ülőnek hiányérzete legyen, miután te pont annyit adtál, amennyit tudsz. Jelzem, hogy a meditációs gyakorlat ezt a határt is ki tudja tolni, de nem egyértelmű kényszer alapján. Tehát attól, hogy több energiád van, az nem jelenti azt, hogy bárki lerabolhatja. Attól, hogy kitoltad a sárga és a piros határát, nem jelenti azt, hogy mindig el kell odáig menni. Itt arról van szó, hogy megnézed, hogy mennyit tudsz segíteni annak az embernek abban a körben, és mikor kezdi el az általad oly gyönyörűen adott jó minőségeket, együttérzés, megértés, szeretet, feltétel nélküli, stb. És ebből legyárt egy újabb karmikus ciklust, mert egyszerűen energiát kapott hozzá. Tehát a narratívák elképesztően erősek. Valaki oda megy hozzád, hallgass meg, olyan sztorim van, vagy úgy fáj, hallgass meg, vagy nagyon kell segítsél rajtam, nem tudom, hogy mit csináljak. Ez tart 5-10-15-50 percig, körbeér, kapott tőled elég figyelmet, együttérzés, szeretetet, ezeket az előbb említett minőségeket, és érzed, hogy megerősödött, és újra kezdi az egészet. Na, ott stopp. Jó, akkor még egy kicsit konkretizálom a kérdést. Mi van akkor, hogyha családról van szó? A legrosszabb. Ugyanez. Ugyanez. Jó. Tehát elő kell húzni azt a Renit, akit eddig a család nem ismert. Édes lányom, hát hogy gondolhattad ezt? Anyuka, hány éve élünk együtt? 35. Hát ez alatt egy csomó minden megváltozik. És nem kell együttérzés nélkül lenned, és nem kell jobban tudnod, csak azt mondani, hogy ebből most ennyi elég volt, ezután csináljunk valami mást, próbálkozzunk valami más úton, te ebben nem hiszel, ezen az úton nem szeretnél tovább menni. A legnehezebb az, amikor ezt valaki lerakja az asztalra. Mindenféle önzés nélkül. Lerakja, hogy benne így működnek a dolgok, szerinte a világban így működnek a dolgok, azt szeretnéd, hogy te úgy működj, ahogy a világ. A világban lévő okozatiság is működik bennünk. És ezt semmiféle ilyen érzelmi polaritás vagy szükség és az erre alapozott szükség szerint ne hagyjuk figyelmen kívül. A családi iszonyatosan nehéz karma. Tehát most gondold el, az ellentétek vonzák egymást, nagy ellentét, nagy vonzás, kis ellentét, kis vonzás. A többit matekozd ki. Jó? Szívesen. Párkapcsolati problémák esetén kérdezném, hogy... A szerzetest. Ha szeretnéd, lehet? Hát, még hát, hogyha tudnál rá válaszolni. Igen, ha nem, nem. Hát csapjunk bele, ja. Nézzük meg. Végül is minden területen vannak ezek a dolgok, nem csak párkapcsolat területen. Tehát visszatérő helyzetek, amik nem változnak. De úgyhogy nem látom előre, hogy bekövetkezik, és mégis megtörténik, és nem tudok rajta változtatni, tehát nem tudom megoldani. Figyelted, hogy hirtelen mennyire elvont lettél? Igen. Most erre én mit válaszoljak? Együttérzés gyakorlatból hallgasd meg belül ezt a kérdést, hogy te mit mondanál rá? Hát igen, most már annyira nem konkrét, hogy most már igen. Tehát nem személyi igazolványszámok és személyes részletek igen, érdekelnek igen, engemet. Csak azt mondanám, hogy amennyire konkrét a kérdés, annyira konkrét a válasz, amennyire tartalmat teszel bele, annyira tud a válasz is tartalmas lenni. Na fussunk neki még egyszer. Igen. Végül is egy olyan helyzet van, hogy a pénzt nem tudom például, hogy mennyire tartsam fontosnak az életben.
Mivel hogy például a barátomnak mindig valami közbe jön, amikor együtt vagyunk, tehát elveszíti az állását, vagy bármi, és egyszerűen szeretem, mert olyan, amilyen, tehát azért, de mégiscsak nincsen, nem tud létezni ebbe a világba. Úgy érzed, hogy anyagilag túl sokat támaszkodik rád? Igen. Akkor szeretnék egy olyan axiómával élni, amiről nem tudom, hogy honnan tudom, ugye, de azért elmondom neked. Hogy az igazi szeretet, az feltétel nélküli. De az együttélésnek feltételei vannak. Na, ezt a kettőt kell összerakni, mert hogyha itt túlságosan le akarod szabályozni egy érzelmi vagy gondolati egyértelműség felé ezt a dolgot, valami mindig kiszakad belőle. Valamire mindig ugye úgy tekintesz, mint megoldatlanságra. Tehát itt az van, hogy te feltétel nélkül tudsz szeretni, és a másik is téged feltétel nélkül tud szeretni, elfogadni úgy, ahogy vagy, te is, őt, és a többi. De amikor az együttélés kőkemény helyzetei adódnak, ott szabályok vannak, ott irányelvek vannak, ott betartandó modus operandi cselekvésmódok vannak. És el lehet mondani, hogy édes drága babám, ennyink van havonta, és kész. És hogyha nem szerzel munkát, akkor sajnos nincs mit enni. Se neked, se nekem. Na most erre általában szoktak hallgatni az egyének, mert a feltétel nélküliség iszonyú jól szabályozza azt, ami feltételhez kötött. Meg akarja tartani azt, ami a feltétel nélküli szeretet, és ez egy csomó ugye, kívánalmat ki kell elégíteni, tehát munka, fizetés, nem szórjuk el, nem isszuk el, stb. Tehát az ilyesféle motiváció az nagyon jó tud lenni. Na, amikor ez nem megy, akkor érzed azt, hogy hát igen, a kapcsolat nem jó fele megy, mert rengeteg energiát veszitek, úgy érzem kihasználnak, anyagilag lent vagyunk a lejtőn, és csak azt tudom fölmutatni, hogy szeretek valakit, aki ugyan viszont szeret engem, de nem tesz érte eleget. Ekkor kell sajnos megvonni az energiát ettől, és más felébresztés nincs. És neked kell eldönteni, hogy menthető-e a kapcsolat ebben a dinamikában, ahogy van, meg lehet-e ezt a motivációt valósítani, avagy elvonási tünetekkel kell élni. És ahogy a szeretet feltétel nélküli tud lenni, az ugyanúgy el is tud tűnni. Na most, aki erre nem jön rá, az sajnos áldozat lesz, és a másikat elkövetővé avatja ezáltal. Tehát ne hagyjam, hogy a hozzám közel álló ember helytelen útra menjen azért, mert én egy érzelmi maximának megszerettem volna felelni, de csak azért, hogy az önképen megfelelő legyen. Amikor ezt megvonod, az neked is fáj. De meg kell tenni, mert hogyha nem ébreszted fel a másikat, akkor együtt szépen húzzátok lefele egymást. És abban te is maximálisan benne vagy, mert hagytad. Tehát ilyen szinten az áldozat és az elkövető teljesen feltételezik egymást, ugyanazt a magatartást tanúsítják, csak az egyik a yin, a másik a yang, az egyik az aktív, a másik a passzív. És nincs különbség. Tehát onnantól kezdve, hogy ezt hagytad és tudatosan engedted, hogy a kapcsolatnak mondjuk az anyagi alapjai azok szétszóródjanak és az energiája szétspicceljen, hogyha ezt látod, onnantól kezdve pontosan ugyanolyan felelősséged van, mint a párodnak vagy a másik embernek, aki részt vesz ebben. Csak hát ugye tovább csinálni, mivel hogy a szeretet itt van, és... Na, akkor most nézzük meg, iszonyú jót mondtál, tovább csinálom, mert ugye a szeretet. Hát biztos, hogy az a szeretet? Vagy a megszokás, a ragaszkodás, az újtól való félelem, az önképváltozásától való félelem, különböztessük meg ezeket, ezáltal a szeretet letisztul. És tényleg az lesz, ami, és nem másznak be alá, ugye, a szeretet gyönyörűséges leple alá, ezek az önérvényesítő vagy önmegörökítő tudatmozdulatok. Oké, köszönöm. Szívesen. Vannak azok az emberek a környezetemben, inkább Renihez kapcsolódnék, akik
akiknek nem tudom, hogy az ő tudatuk teremti ezt meg, de abban hisznek, hogy átok van rajtuk, hogy ők ezt így hívják, hogy más szellemek vannak esetleg rajtuk, és vannak olyan emberek, akik segítenek nekik ezeket a szellemeket akár levenni, tehát van ugye kínálat, és a kereslet előbb-utóbb megtalálja egymást, de mégis van egy pillanat, amikor hozzám fordulnak ezek a nagyon nagy problémával élő emberek, és belekerül a tudatomba ez az információ, és elképzelhető, hogy én is akár rosszul leszek tőle. Tehát az egyik oldalról ugye ott van a zen válaszom, hogy hát ne ezzel foglalkozzunk, és én, hogyha magamat tisztítom, akkor ezek nem kerülhetnek be, de másrésztről meg nem látom ezt az egész, nem is tudom mi ez dimenzió vagy világokat, amiben ők élnek, tehát ebben nincs tapasztalatom. Hál' Istennek, igen, és hál' Istennek, és most ilyenkor most ebből melyik oldal az igaz, vagy most ő neki a tudata ezt olyan szinten leteremti, hogy átadja nekem, és aztán én vagyok fizikailag rosszul, vagy tehát, most hogy van ez? Most leborulunk Joshua zenmester előtt, és azt mondjuk, ha láttál szellemet, így áll egy csésze teát, ha nem láttál szellemet, akkor is így áll egy csésze teát, ha átokül rajtad, így áll egy csésze teát, ha már leszette róla valaki, akkor is. Tehát itt azt kell tudni, hogy nagyon specifikus tudatállapotok vannak, és ha azzal fordul hozzád, hogy leszették rólam milyen király, vagy az, hogy úristen, nem szedték le rólam, tudsz-e segíteni, neked, mint zengyakorlónak ugyanaz a dolgod. Egy. Legyen a tudatod tere nagyobb, mint az a jelenség halmaz, amit beléd öntenének, tehát ne kezdje remegni, hogy úristen, most mi van, ha ez belém jön? Az üres térbe hogy tud belemenni? Hogy tud megmaradni? Hogy tud bármin ott megtapadni, vagy azonosulni vele. Ezért kell a tiszta tudatot megtartani. Most van óriási szerepe annak, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, nem tudó, hanem csak látó. Mert ebben itt nincs kecmec. Tehát itt valamit rád dobnak, és te magadra veszed, a babonából olyan elképesztő önbeteljesítő jóslat lesz, hogy csak úgy gurul lefele a hegyoldalon. Jó? Tehát ezért kell nagyon vigyázni ezekkel, és hogyha valaki szereti a tündérmeséket az ilyen csoportból, ezen emberek között, akkor mondhatod azt, hogy a Buddha volt a legjobb átok leverő. Buruljunk le előtte 108-szor. És nagyon gyorsan lemegy róla minden. Tehát mire vége van annak a 108 leborulásnak, addigra te olyan tiszta lesz minden, az átoknak egy írmagja sem marad, semmi. Tehát ilyenkor a cselekvés az, és ez már nem vicc, a cselekvés az, ami ezeket az embereket és a tudatukat kibillenti ebből. Tehát nagyon sokszor van az, hogy ezek a projekciók, tudatállapotok, ezek túlkompenzált depressziók. Ennek a mélyén egy olyan elképesztő fekete lyuk van, olyan energiavesztesség van, hogy valamit már ki kell találni, amivel helyzetbe hozzuk magunkat, érdekessé tesszük magunkat, még akár saját magam számára is. És akkor kitalálok ilyeneket, vagy projektálok ilyeneket, vagy belekerülök olyan helyzetekbe, amikor ugye gyanítható, hogy ilyenek történhetnek, szeánszok, szellemidézések, asztaltáncoltatás, stb. De hogyha egy picit felnőttebb, érettebb tudattal megnézed, ezt mind az illető csinálja, vonzza, átéli. Ha az ő tudata tiszta, akkor ugyanúgy keresztül mehetnek ezek a dolgok, ha egyáltalán megjelennek. Ez semmi gond, csak az illető ragad bele valamibe. És ezért kell cselekedni, neked mindenképpen kell leborulni, mert hogyha bejön egy ilyen, akkor ez szépen ki kell takarítani magadból. Vagy egy kis mantrát, mondjunk el közösen egy démonűző mantrát, és akkor a gáté gáté para gáté para szangáté buddhisa, érzed, hogy már mennek kifele? És akkor érted, tolod szépen vissza ugyanarról a szintről és színvonalról, ugye, ahogy azt az illető szeretné. A zen tanítása minden frekvencián és minden élethelyzetben és minden tudatforma számára alkalmas és segítő, az pedig a hordozójának a dolga, hogy erre alkalmassá tegyen. Hogy legyél annyira sokoldalú, hogy tényleg
abban a helyzetben alkalmazod ezt a dolgot, és nem csak valami felszínes panaceát oda dobunk, mert azt meg megérzi, hogy nem akarsz velem foglalkozni. Valójában ezzel nem is olyan jó démonűző, stb. Stb. És akkor, érted? A kettő egyenértékű ilyen szinten. Rá, nem akar velem. Gyere, énekeljünk együtt. Boruljunk le együtt. Éltessük a legtisztább tudatú embert, akiben semmilyen démon nem maradt meg, mindent kiűzött magába. Ha ismered a Buddha élettörténetét, a legutolsó nagy teszt ott a Bodhi-fa alatt, volt három darab, de most csak az egyiket mondom, hogy ugye nekik Satria vitézi karmája volt, és egyszer csak látja, hogy ilyen óriási sereg jön felé, és ilyen nyilak, hogy tehát hogy az igazi nagy kosztümös kínai filmekben, és egyszer csak ő ül, nem mozdul, és ezek a nyilak, ahogy közel értek, virágszirmokká változtak, és lehullottak ártalmatlanul oda a fa alá, az avarba. Ilyeneket lehet mondani, mert az ő tudatuk számára ez realitás. Vagy régi kínai történet ugyanúgy, pár száz évvel később, két sereg csatája, az egyik tábornokban volt egy kis ugye, mágikus képesség, és tudott vetíteni mások tudatába, ez volt a nagy fegyver, és elhitette a másik ugye, sereggel, hogy egy óriási ilyen félisten per démon sereg, ilyen hatalmas nagy fegyverekkel, mindennel egyszerűen nekik megy, és esélyük nincs. Esélyük nincs, hogy sokkal nagyobbak, óriások, félelmetesek, vérben forgó szem, száj, minden. Másik tábornok tudta, hogy itt miről van szó, és azt mondta a katonáknak, hogy legyenek szívesek erre a nagy oszlopra feltelt üveggömbbe nézni, és hogyha a tudat elmozdul, akkor meghalnak, ha nem mozdul el, akkor túlélik. Aki odanézett, az azt érzékelte később, hogy egy ilyen levélhalom, mint amikor a szél fújja az erdei leveleket, az így keresztül ment rajtuk, és ártalmatlanul. Aki pedig félt és elmozdult a tudata, az ezt a projektált valóságot élte meg, és meg is halt. Oké? Okay? Ez ennyire kemény. Tehát ha elhiszed, akkor számodra valóságos, ha nem hiszed, akkor nem. És ez nem taszítás, tehát ez nem egy ilyen expert strucc politika. Nem erről van szó. Látod, de nem azonosulsz vele. Tehát látod, és ami jön, azt úgy látod, ahogy van. De hogyha az illúzióval azonosulsz, akkor az lesz a valóság, és kész. Ez a zenkörön a 270. 270 fok. Nem 360, 270. Egy kicsit egy hasonló sztori egy ismerősömnél. Tehát volt az életében egy pont, amikor így minden megváltozott, elveszítette a látását, és ettől eléggé hátrányos helyzetbe került. Tehát elveszítette a karrierjét, amit addig épített, annak a lehetőségét, hogy neki jogosítványa legyen, tehát ettől így a munkája is teljesen más irányba mozdult, és tehát ő így konkrétan beazonosította, hogy volt egy időpont, amikor valami történt. Tehát most ezzel a szemlélettel, amit ezek az emberek mondanak, azt mondta, nem úristen, akkor ott tényleg valaki valamit rárakott. De hogy innen akkor most hogy vezet a kiút, vagy van ennek valami alapja? Ilyenkor, amikor már ilyen szintű fizikai tünetek keletkeztek, akkor szinte csak a mantrával lehet ezt gyógyítani, mert elég komoly kár érte. És biztos, hogy tudati magva volt korábban, tehát engedte, hogy ez bekerüljön a lélekbe. Akár pozitív, akár negatív azonosulás tudat kialakult, egyre több energiát tett bele, akár úgy, hogy ez én vagyok, Úristen, mi lesz? Vagy jaj, de jó, ez én vagyok. Fantasztikus lesz. Nem, ez nem én vagyok. Tehát akármilyen én tudat van, akármilyen előjellel, ha tolja bele az energiát, az a lélekbe elkezd terjedni, mint a fertőzés. És akkor vannak szomatikus tünetei, és akkor le is gyártja a betegséget, és kész. Tehát ha ez már megtörtént, akkor az ilyen szintű következménysíkot csak mantrával lehet gyógyítani. És nem tudod elvenni a fizikai részét. Biztos, hogy nem. Melyik a tuti mantra? A szív szutra? Nézd, ilyenkor, amikor ez van, akkor a nagy együttérzés dárani az, ami univerzális, tehát az a karmikus akadályok egyik legnagyobb lebontója.
Ezért is énekeljük naponta háromszor. Amikor rövidet szeretne, akkor a szenvedéstől való megszabadulásnak ez a rövid háromsoros, ez a gáté, gáté, para, gáté, para, szam, gáté, bódhiszvaha. Ez is mehet. De amikor ilyen helyzet van, akkor tanulja meg a nagy dáranit, és azt recitálja, amennyiszor csak bírja. Jó? Igen, és akkor még egy ugye surangama mantra, akkor mennyiben nem különbözik? Tehát, hogy az mire jó? Ilyenkor nem. Nem ilyenkor, máskor az mire jó? Másra jó, teljesen más helyzetben, méghozzá azért, mert a nagy együttérzés dárani, a nilakanta dárani, amit az előbb ajánlottam, az a szuper yin. Mindent megolvaszt, minden akadályt elvesz, és olyan együttérzés energiája van, hogy ezért mondják rá, hogy Avalokiteshvara eredeti tudatának az energiája. Ez a nilakanta dárani. A Pratyangiram dárani, ami a surangama, az pedig a Buddha tanításának az energiaszintű kiárasztása. Tehát az azt jelenti, hogy az a fény, az az energia, az a magas szintű tanítás, ami a Buddhától közvetlenül jön, az kiárad. Hát erre azért alkalmasnak kell lenni. Tudod, úgyhogy azért csináljuk azt itt naponta egyszer, mert azt mindenki tapasztalja meg, abban mindenki vegyen részt, és aztán, hogy pontosan mennyi marad meg benne, mennyit tud továbbvinni belőle, az már egyéni karma és tudat kérdése. És akkor mellé borulás? Hát ha bír, akkor igen, és azt nyakló nélkül. Tehát a napi 300-tól egész a 6-7-800-ig, ameddig csak bírja. És állítson be egy órarendet, és akkor az van, hogy mit tudom én, ha tényleg bírja, napi 4x200. Csak az egy 100 napos idő alatt elég komolyan tolja lefele ezt a karmikus szutykot. És tudatni kell vele, hogy a jövőnek dolgozik. Tehát ezeket a fizikai tüneteket felelős tanító nem mondja, hogy bármi le tudja emelni. Mert ezek már a testi síkon jelentkeztek. Ezek ott vannak. Tehát nagyon ritka az, hogy egy ilyen típusú szervi károsodást bármi a tudatból, vagy a test saját energiájából meg tudjon gyógyítani. És ez felelőtlenség lenne ígérni. Úgyhogy amit tehet, az az, hogy a tudati gyökerét szedi ki, hogy ne termelje újra, ne vigye tovább ezt a karmát. Ettől a fizikai állapota is valamennyire javulni fog, de hogy mennyire, ez megjósolhatatlan. És innentől kezdve van dolga. Ez egy nagyon gyors és nagyon kemény felnőtté válás szellemileg, ez az állapot. Hát az én kérdésem az a szülő-gyermek kapcsolat, tehát erre vonatkozik. Hát az én szüleimmel a kapcsolatom az eleinte jól indult, ugye jól tanultam az iskolában, megfeleltem bizonyos elvárásoknak, de hogy elmentem egyetemre, nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt ők szerették volna, és tehát az ők elvárások szerint ahogy én szerettem volna, és pont ezért az élet úgy hozta, vagy én úgy alakítottam ki, hogy legyen egy kis távolság, tehát ne éljek velük együtt, ne legyünk közvetlen kapcsolatban. De mégis most adódott egy olyan lehetőség, hogy hazaköltözünk a barátnőmmel, és ott folytassuk tovább az életet a szülőkkel. És erre a barátod azt mondta, hogy legyen? Hát megbeszéltük, hogy megpróbáljuk, hogy mi lesz, mert neki is hasonló problémái vannak. Figyelted, hogy megkerülted a választ? Azt mondta, hogy igen. Azt mondta. Akkor folytasd. És tehát te is mondtad többször, hogy tehát a festő miután megfesti a festményt, egy kicsit hátrébb áll, és nem az órával nézi, nem veri bele az órát. És lehetőség szerint csináljuk, igen. Így, igen. És ilyen apropóból kérdezem, hogy tehát van bennem viszont egy olyan fész ezzel kapcsolatban, hogy tehát nem szeretnék elfutni ezek a problémák elől, mert van egy elég erős karmám, úgy érzem a szüleimmel, meg a családommal, amit, hogyha elfutok előle, tehát így távolról nem tudok, nincs sok interakció közöttünk, és ami van, az mind szép és jó, és
az a probléma, hogy viszont érzem benne azt, hogy vannak elfojtott dolgok, és vannak hiányosságok, amiken még kellene dolgozni, de úgy érzem, hogy ebből a távolságból, amiben most vagyok, ebből nem igazán megy. Tehát havonta egyszer találkozunk, egy-két órát ők dolgoznak, vagy egy-két napot ők dolgoznak folyamatosan, és nem tudok mit kezdeni a helyzettel. És arra lennék kíváncsi, hogy esetleg mi az, amit tanácsolnál, hogy... Továbbra is gyakorolj zent. A tiszta tudatot, az együttérző, odaforduló cselekvést, és az összes többi az jön ezek után. Az egy nagyon nagy művészmunka lesz, hogy a barátnődet és a szüleidet közös platformon látni, és nem pedig két malomkő között az ártatlan búza szem, hogy a sikert így kipréselik belőle a különböző elvárások, és a lehetetlen közös feltételek. És ez élethelyzet kérdése, meg élettér kérdése is, mert ez tényleg nagy részt fizika. Tehát nagyon sokszor nem az, hogy milyen karmád van a szülő. Van-e két külön fürdőszoba? Ezen múlik. Tehát, jó? Tehát ez ennyire objektív. És utána már lehet nyugodtan reszelgetni a karmát, meg csinosítgatni, fazonírozni jobbra-balra, de ha minden reggel állandóan pankráció van a vizes helységekben, akkor kész, vége. Tehát ilyeneken is el kell gondolkodni, és azon, hogy barátnő és anyuka hol fog csattani, mert hogy csattani fog, az biztos. Tehát tudod-e a férfiak ilyen szinten látó és együttérző bölcsességével meghatározni azt a területet, hogy ez hol következzen be, és esetleg az intenzitását is szabályozni. De ez nagyon kemény lesz, de meg tudod csinálni, csak itt... Nem szeretném, hogyha magad előtt is egy áldozati szerepet vállalnál. Tehát megoldó vagy lehetővé tevő egyfajta úton járó szemlélet az nagyon jó, de legyél szíves te nem tálcán húspogácsaként felszolgálni magadat a különböző elvárásrendszereknek, lásd barátnő és szüleid, mert boldogan el fognak téged fogyasztani. Már megint a te hibád, én mondtam. Te, érted? Kész. És nem oldódik meg ettől a probléma. Csak téged közben elfogyasztottak, felnégyeltek, elítéltek, szeretgettek is közben, de minden a te hibád, mert a te ötleted volt, mert te engedted meg, mert te csináltad meg, és te vagy a férfi a családban, mert te vagy, kész. Tehát óvatosan. És úgy, hogy a tartalékaidat ne éld föl. És akkor megy. Aztán, hogy merre, azt meg... Tessék jól bekalibrálni. Jó? A már meglévő bódítószereinktől, mint nehezékektől, hogyan tudunk megszabadulni? Gondolok itt bódítószer alatt akármire, túl sok beszéd, felesleges evés, felesleges túl sok szex, ízületropogtatás, akármi. Ami egyébként, tehát ezek, amelyeknek egyébként funkciójuk már nincsen, csak van, és energiát igényelnek azért, hogy továbbra is fennmaradhassanak. Tehát követelik a belefektetett energiát. Követelik. Tehát igen. Van egy parlament, ahol vannak különböző frakciók, ugye? Tehát van a szexfrakció, a beszédfrakció, az... ételfrakció, és akkor ezek ilyen interpellációkat nyújt, azt már nem lehet, tehát ilyen javaslatokat és indítványokat nyújtanak be, így érzed? Így van ez? Nem ennyire összetetten, de késztetést érezhet egy adott bódítószer tulajdonosa annak érdekében, hogy kielégítse azt az igényt, amit feltámaszt ez a érzés. Legelőször azt kell mondanom szívem legmélyéből, hogy az absztrakció nem ment meg a szenvedéstől. Ez az első. A második, hogy ezek a késztetések, ezek kőkeményen belül a vágyakban és az averziókban vannak kódolva. Ezek a feszültségek, késztetések
Ezek addig vannak velünk, amíg mi emberek vagyunk. Ha minden ilyet kivennél, egy teljesen egyenes vonal lennénk, értelmileg, érzelmileg, érzékszerűleg, stb. És ez körülbelül a tetsz halállal lenne azonos. Ez nem azonos azzal a gondolkodás előtti tiszta tudattal, amit mi gyakorlunk, hiszen ebből te bármit indíthatsz. A karmád bármely részéhez hozzányúlhatsz. Az életed bármely irányába elindulhatsz. De hogy mikor elég, hogy mikor kezd és mikor fejezd be, na az a te dolgod, és mindegyikünk dolga. Tehát nem arról van szó, hogy mi az, amit kiírtasz az életedből, mert az mint egy újra nő, kész. A karma is mint egy évelő növény. Az fogja magát, azt újra nő. De nem kiírtani kell, mert nem tudod. Azt tudod megtenni, hogy megengeded, hogy 4 centire megnőjön. Megengeded, hogy a szüretből ez és ez és ez kapjon, mások pedig nem kapnak. Van olyan mérgező növény, amit nem engedsz ki a kertből, hanem újra komposztálod. Ilyen például a harag, és az az elképesztő pusztítás vágya, ami az emberben akkor fakad föl, amikor a megoldhatatlanságokkal kell szembenéznie. Az önpusztítás vágy is lehet, hogy a másik ember vagy tárgy elpusztítása. Tehát ezek azok az elképesztő erős impulzusok, amitől továbbmész az úton, de magát, a tartalmat, azt vissza kell forgatni a tudat legmélyébe, mert nem lehet kiélni óriási hibák, vesztességek és egyebek nélkül. Tehát tényleg foglalkozz be a tudattal úgy, mint egy kerttel. Mit vetsz el, vagy ami el van vetve, mennyire engeded megnőni, hol nyírod el, mi az, amit visszaforgatsz? Mi az, amiből engeded, hogy termés legyen? Ha termés lesz, kinek az asztalára teszed oda? És akkor meg lehet látni, hogy ez nem cserépszavazás, ez a te döntésed. És akkor a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és megfelelő cselekvés hármassága, az mindig irányt mutat. És a leggyönyörűbb irány az tényleg az, hogy hogyan mélyíthetjük el a felébredett tudatot, és hogyan szabadíthatunk meg minden lényt a szenvedéstől. Hát akkor nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető figyelmet, az, hogy ezt a visszavonulást együtt kezdjük el, és nagyon sokan együtt is fogjuk befejezni. Akik rövidebb időre jöttek, azokat nagyon szívesen várjuk vissza, akik pedig végigcsinálják, mert úgy döntöttek, azoknak pedig a következő lehetőség a következő hónapban vagy hetekben ismét adódik. Köszönöm a részvételt, köszönöm a figyelmet.